A Pesterzsébeti gyülekezet nevébe sok szeretettel köszöntöm az ünnepi istentisztelet résztvevőit. Elsősorban köszöntöm a budakeszi gyülekezetnek a jelenlévő tagjait, a lelkipásztorokat, közöttük Lukács Tamás testvért, aki ügyintéző lelkipásztor volt, a egyházunknak misszió igazgatóját, Durkó István testvért. Kívánom, hogy ez az ünnepi alkalom egy nagyon emlékezetes istentisztelet legyen, úgy a pásztornak, a beiktatásra kerülő pásztornak, mint a gyülekezetnek. Örömmel adtunk helyt ennek az alkalomnak, mivel Kis Tamás testvér az utolsó gyakorlati évébe közöttünk szolgált, és így most együtt örülünk, hogy megtalálta egymást a gyülekezet és a nyáj. Szeretnék kívánni a testvérek együtt töltött életére Isten áldását. Egy két igeverset szeretnék felolvasni a 133. Zsoltárból. Ez a Zsoltár így kezdődik, a testvéri szeretet áldása. Ó, milyen szép és milyen gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak odaküld áldást az Úr, és életet mindenkor. Kívánom, hogy ez így igaz legyen majd a testvérek szolgálatára, amelyet eltöltenek ebbe a gyülekezetbe. Most pedig szeretettel kérem Lukács Tamás testvért az alkalom levezetésére. Malakiás próféta szavaival hadd nyissam meg a lelkipásztor beiktató istentiszteletet. Malakiás nagyon egyértelműen és lélektől ihletetten fogalmazza meg, mi is a pásztori papi hivatás, hogyan is kell érteni azt, amit Isten elrendelt. Malakiás könyve 2:7. A pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a seregek urának követe ő. Egy gyönyörű mondattal, lényeget meghatározó igei útmutatással kezdődjék a beiktatási istentisztelet. Mindenek előtt engedtessék meg, hogy a budakeszi gyülekezet nevében hadd köszönjem meg azt a mérhetetlen nagy szeretetet, amelyet a pesterzsébeti gyülekezet gyakorolt, amikor meghívott bennünket, illetve lehetővé tette számunkra, hogy itt az imaházba megtartsuk ezt a beiktatási istentiszteletet, hiszen csak húzódott, egyre csak elnapolódott az alkalom, mert a kis imaházunkban nincs lehetőség arra, hogy online közvetítés technikai feltételeit biztosítsuk. Áldja meg az Úr a helyi gyülekezetet, pásztorát, presbiterét, előjáróságát és az egész gyülekezetet. Ehelyről is hadd fejezzük ki köszöntésünket a gyülekezet egésze felé, és könyörgünk azért, hogy a mindenható Isten áldása nyugodjék meg a gyülekezeten. Kedves testvéreim, amikor megkezdődik az istentisztelet, hadd köszöntsem a mai alkalom ige hirdetőjét, aki Isten üzenetét tolmácsolja számunkra, és aki a beiktatás szolgálatát végzi, Durkó István testvért, lelkipásztor testvért, aki a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója. Áldást kívánunk e szolgálatodra! Nagyon nagy szeretettel köszöntjük még Kübler János testvért, aki a budapesti missziókerület képviseletében van jelen közöttünk a vezetőség részéről, és ő is fog majd szólni a beiktatás alkalmával. Most imádságra hajtsuk fejünket, járuljunk az Úr elé. Örökkévaló Isten, kegyelmes Atyánk a Jézus Krisztusban, magasztaltassék a Te neved, a Te szeretetedért, kegyelmedért, hogy a mostani időkben is fenntartod gyülekezetedet, kifejezed, láthatóvá teszed, hogy fontos számodra mindaz, aki Jézus Krisztus vére által megváltatott, aki az ő nevét segítségül hívja és a te gyülekezetedhez tartozik. Köszönjük, hogy gondozod a gyülekezetet. Köszönjük, hogy elrendeled szolgálóid, elrendeled ige hirdetőit és minden más szolgálatban álló személyt. Hálát adunk azért, hogy a jelen körülményei között, amikor egy tőled elfordult, megromlott világban élünk, él a gyülekezet, különös mértékben is árad a te kegyelmed, hogy felkészítsen,
hogy helyes válaszokat, helyes megszólalásokat adjon a mi szánkba, és világosság tegyen bennünket a gyülekezetet a jelen való világban. Szeretnénk betölteni hivatásunkat. Kérjük, lelked áradjon ki, hatalmazzon fel, bátorítson fel, tegyen készé e szolgálat betöltésére, nagy nevedért. Amen. Kedves Tamás és kedves Tünde, kedves jelenlévők és mindazok, akik a monitorok másik oldalán vannak és így követik ezt az Isten tiszteletet, szeretettel köszöntök én is mindenkit. És ebben a különleges Isten tiszteleten szeretném felolvasni a Bibliából Pál apostolnak az imádságát. Ez az imádság a Filippi gyülekezetért hangzott el, és így hangzik a Filippi levél első rész első versétől. Pál és Timóteus Krisztus szolgája, mindazoknak a Krisztusban, Jézusban hívő szenteknek, akik a Filippiben vannak, püspökeikkel, diakónusaikkal együtt. És így hangzik az imádság. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájótok után,
a Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus Jézus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Amikor én ültem egy hasonló helyen, és arról volt szó, hogy engem avatnak föl lelkipásztornak, abban az időben volt egy nálam sokkal bölcsebb és sokkal idősebb valaki, aki nagyon-nagyon sokat segített nekem. Egyfajta mentor volt az életemben, egy olyan lelkipásztor, akitől sokat tanultam. És többek között, amikor azt kérdeztem tőle, hogy hogyan lehetek én is jó lelkipásztor, hogyan végezhetem igazán jól a munkámat, akkor neki a sok tanács közül az egyik fontos tanácsa az volt, ami azóta is megmaradt bennem. Azt mondta, hogy nagyon sok mindennel kell foglalkozni egy lelkipásztornak, és nem lehet kiemelni, hogy ez a fontos, vagy ez a fontos, vagy ez a fontos. 20, 30 vagy 50 dolgot is lehetne mondani. De azt mondta, hogy amikor ezekkel foglalkozol, ezeket teszed, akkor ezt az egészet csomagold be imádságba minden nap. Minden nap imádkozz azokért a dolgokért, emberekért, ügyekért, amivel foglalkozol, és akkor az Isten meg fog áldani téged. És azt tapasztaltam, hogy ez tényleg így van. Tényleg nagyon fontos, hogy a tevékenységeinket, a dolgainkat, a szolgálatunkat, az életünket csomagoljuk be az imádságba. És ezért Pál apostolnak az imádsága is egy ilyen bátorítás abban, hogy tulajdonképpen ő is ezt tette. Becsomagolta az áldásait, a jó kívánságait, a tanítását imádságba, és úgy küldte el ennek a gyülekezetnek. Azt mondja, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ezt az áldást nagyon sokszor használjuk. Van egy keresztény közösség, ahol még a köszönésnél is ezt gyakorolják. Valószínűleg te sokszor használtad ezt az áldást, vagy ezt a köszönést. De ennek nagyon-nagyon mély üzenete van. Ha egy gyülekezetben ott van a kegyelem és a békesség, akkor az a gyülekezet előre fog haladni. Ha a kegyelem és a békesség működik, akkor nagyon sok minden működni fog. De mi is az a kegyelem, és mi is az a békesség? A kegyelemről a régi görögök úgy gondolkodtak, hogy az a kegyelem, amikor jól sikerülnek a dolgok. Vagy az a kegyelem, amikor valaki lát valami gyönyörű tájat, és azt mondja, hogy ez egy kegyelemmel teljes. Olyan gyönyörű, hogy ez már a kegyelemmel teljes. Vagy valamilyen munkát elvégeztek, és a munka végeztével, amikor befejezték, azt mondták, hogy igen, ez jól sikerült, tehát ez kegyelemmel teljes volt. Olyan jó, amikor egy lelkipásztor mondhatja azt, hogy az életem, a szolgálatom az egy ilyen kegyelemmel teljes. Jó, rendben van. Pál apostol azért imádkozik, hogy legyen ez így. Filippiben legyen ez így, Budakeszin, legyen ez így Budapesten, meg bárhol, ahol az Isten igéjét hirdetik a lelkipásztorok. És azt is mondja, hogy békesség. A kegyelem és a békesség azok összekapcsolódnak. A kegyelem és a békesség az a két dolog, ami egyik tulajdonképpen nem igazán működik a másik nélkül. Nem túl rég láttam egy olyan autóreklámot, amiben az volt, hogy kint sok zaj volt, és amikor valaki beült az autóba és becsukta az ajtót, akkor egy teljes csönd. És azzal reklámozták az autót, hogy milyen béke van belül. Ez valószínű, hogy sok embernek, sok keresztény embernek a valóságos tapasztalata, hogy amikor éljük az életünket, és körülöttünk rengeteg zaj van, rengeteg hang meg információ jön, ha a lelkünk legmélyében oda koncentrálunk és arra figyelünk, hogy mi is van igazán belül, akkor ott belül béke van és csönd van. Azért, mert az Isten jelenléte van ott. Kedves Tamás, amikor a lelkipásztori szolgálatról beszélünk, akkor azt kell mondani, hogy a kegyelem és a békesség az nagyon fontos, bármilyen körülmények között. És talán érdemes megemlíteni, hogy Pál apostol, amikor írja ezt az imádságot, és azt mondja, hogy kegyelem és békesség nektek, akkor ő nem az égei tengerpartján egy nyaralás közben írja ezt, nem ott egy olyan szituációban, amikor ő tényleg nagyon békés körülmények között van, hanem egy börtönből írja, ahol nagyon sok az olyan hang, az olyan zaj, ami talán zavarhatja őt, ami félelemre ad okot, ami a kilátástalanságot erősíthetné benne, és mégis azt mondja, hogy kegyelem néktek és békesség. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy lelkipásztor tudja kegyelemben és békességben vezetni a gyülekezetét, még akkor is, ha rengeteg zaj van körülöttünk. Ha bennünk ez van, akkor ez fog kiáradni. Ez így van a személyes életünkben,
így lehet a gyülekezeti életünkben. Kegyelem és békesség. És ha mind a kettő ott van, akkor jó irányba haladunk, akkor az Isten jelenléte az, ami meghatározza az életünket. Imádkozzunk ezért, te is, mint lelkipásztor, valamennyien, ahogy éljük az életünket, amikor azért imádkozunk, hogy ez a kegyelem és békesség betöltse a szívünket, lelkünket, akkor ez meghatározza a mindennapjainkat, meghatározza az irányt, és meghatározza az életminőségünket is. Aztán Pál apostol azt is mondja ebben az imádságban, hogy örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok velem és az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Az első naptól fogva, mind a mai napig. Talán sok emberre jellemző, hogy nagyon tud lelkesedni, amikor elkezd valamit. Könnyű elkezdeni dolgokat. Főleg, ha valaki nagyon bátorító hangon mond valamit, hogy ennek van értelme, ebbe az irányba érdemes elindulni, szóval könnyű elkezdeni dolgokat. De 10 emberből lehet, hogy 9 nem szokta befejezni a dolgokat. Nagyon sokszor elindulunk, és ha elfogy az energia, elfogy a lendület, elfogy a kedv, vagy elfogy a hit, vagy bármi, akkor megállnak a folyamatok. A filippi gyülekezet úgy indult el, hogy az egész város tulajdonképpen fölbojdult, amikor az evangélium megérkezett, amikor Pál apostol elkezdte hirdetni az evangéliumot. Egy egész város teljes mértékben a hatás alá került, és volt, aki örült ennek, volt, aki nem. Egy óriási zűrzavar keletkezett ott, és azt olvassuk a Bibliában, az apostolok cselekedetei 16-ban, hogy ebben a zűrzavarban mégis megszületik a gyülekezet. Mégis az evangélium utat tör magának, és elkezdődik valami. És Pál apostol arra hivatkozik, hogy valami elkezdődött akkor, de azóta már sok idő eltelt, és az első naptól mind a mai napig ez a gyülekezet hűséges az evangéliumhoz. Nem csak belelkesedtek és valamit elkezdtek, hanem elkezdték és szisztematikusan napról napra, hónapról hónapra és évről évre folytatták a munkát, és végezték az evangelizáló munkát. Nagyon-nagyon fontos, hogy a folytatásban is hűségesek legyünk. Hogy a folytatás, a második lépés, a sokadik lépés egészen a célba érésig ott legyen bennünk azt, hogy egy olyan küldetésben vagyunk, aminek minden egyes mozzanata, minden lépése egyformán fontos. Azt mondja Pál apostol az igében, hogy ez a gyülekezet volt az, aki többször küldött adomány neki. Mindig hűségesek voltak, nem felejtkeztek el róla. Nem csak az első időszakban, amikor még frissek voltak az élmények, amikor hosszú idő eltelt, és nem látták egymást, ez a gyülekezet akkor is hűséges tudott lenni. Amikor arról beszélünk, hogy egy imádságba kell becsomagolni mindent, akkor fontos ezért imádkozni. Hogy te, mint lelkipásztor, tudjál első, második és sokadik lépésben is hűséges lenni és végigmenni. A budakeszi gyülekezet tudjon egy olyan gyülekezet lenni, akik nem állnak meg, vagy nem fogy el az energia, nem fogy el a hit, nem fogy el a reménység, hanem lépésről lépésre haladunk előre, egészen majd a beteljesedésig. Imádkozzunk, hogy ez így legyen. Az első naptól fogva egészen a mai napig. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Jézus Krisztus napjára. Ez is benne van Pál apostolnak az imádságában. Vagyis arról van szó, hogy nagyon mélyen hitt abban, hogy a Szentlélek végzi a munkáját az embereknek az életében. Egy dolog, hogy ő ott tud lenni velük, vagy nem, hogy milyen jelenlétben tud lenni, hogy mennyit tud ő segíteni, vagy támogatást adni, de azt mondja, hogy meg vagyok győződve, hogy valaki elkezdte, az Isten elkezdte a munkát bennetek, és ez folyamatosan végzi a munkát és elvégzést, és teljességre jut majd az egész. Ha a budakeszi gyülekezetre gondolunk, akkor sok évtized van már a gyülekezetnek a múltjában. Különböző emberek különböző helyről jöttek, és támogatták és segítették ezt a gyülekezetet, aztán megtértek emberek, és folyt ennek a gyülekezetnek a munkája. Egy hosszabb időn keresztül Tamás volt az, aki támogatta ezt a gyülekezetet lelkipásztori szolgálatában, és túl sok változás nem lesz, egy másik Tamás fog jönni, és folytatja ezt a munkát. De fontos, hogy mélyen higgyünk abban, hogy fontos a mi szerepünk is, de a Szentlélek az, aki végzi a munkát az embereknek az életében. És hogyha ezért imádkozunk, hogyha hiszünk ebben, ha nem ijedünk meg nehézségektől, mert tudjuk, hogy a Szentlélek akkor is ott van, amikor mi nem vagyunk ott. Azt is el tudja végezni, amit most mi nem tudunk elvégezni.
arra is képes, amire mi képtelenek vagyunk. Ami tudunk ezért imádkozni, és ezzel a hittel vagyunk, ez győzelmet hoz az evangélium hirdetésében, és áldottá teszi a gyülekezetet. És hadd említsem meg azt a mondatot is ebből az imádságból, amit Pál apostol mond a börtönből, amikor be van zárva. Azt mondja, hogy tanúm az Isten, hogy mennyire vágyódom utánatok. Annyira jó lenne már találkozni veletek. Most ebben a pandémiás időszakban ugye ennek a mondatnak van egy különleges súlya. Amikor sokan úgy érezzük, hogy be vagyunk zárva, amikor korlátozva vagyunk, amikor nem azt tesszük, amit szeretnénk, akkor ott van az a vágy, hogy milyen jó lenne találkozni, milyen jó lenne vágyni a másik embert átölelni, a másik emberrel szót váltani, valahogy a szeretetünket, tiszteletünket egymás felé kifejezni. Pál apostol vágyik erre. És teljesen természetes, hogy az alapító vágyik a gyülekezetével találkozni. A lelki pásztor vágyik arra, hogy a gyülekezettel találkozhasson. És ez a pásztori szív nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen a te életedben is, meg valamennyünk életében is, hogy nem közömbös, hogy a másikkal mi van. Nem közömbös az, hogy a gyülekezettel mi van, a másik emberrel mi van. És amikor ez a pásztori szív megnyilvánul, akkor a gyülekezet életre kell. És ebben az imádságban nagyon bátorító az, hogy a korlátozások ellenére, vagy a börtön ellenére, vagy a bezártság ellenére ez a pásztori szív ez működik. A pásztori szívet nem lehet bezárni. A pásztori szívet nem lehet korlátozni, hogy most már nem tudsz szeretni, most már nem tudsz imádkozni valakiért. Nem túl régen valakivel beszéltem, egy idős hölgyel, aki azt mondta nekem, hogy hónapok óta nem hagyja el a lakását. De azt mondja, hogy az Úrral való kapcsolatom az rendben van, és van egy kedves barátnőm, akivel minden nap imádkozunk. És akkor megkérdeztem, hogy el szokott jönni a barátnő, azt mondta, hogy nem, telefonon imádkozunk. Minden nap fölhívjuk egymást, és hosszan imádkozunk. Ugye ez a szív, ha ott van az embernek az életében, az Istenhez ragaszkodó szív, és ez a pásztori szív, amikor érdekel a másik, hogy a másikért imádkozom, vagy a másikkal együtt imádkozom, akkor ez meg tud nyilvánulni. És Pál apostol mit csinál? Ott van a börtönben. Nem tudja, hogy meddig még lesz még ott. Nincs lehetősége arra, hogy elmenjen a gyülekezetét meglátogatni, de imádkozni tud. És imádkozik a gyülekezetért, és aztán, amikor elmondja az imádságait, akkor utána le is írja az imádságot, és elküldi a gyülekezetnek, hogy ők is tudjanak róla. Kedves jelenlévők és kedves látogatók, vagy mindazok, akik figyelemmel kísérik ezt az Isten tiszteletet, ne korlátozzon bennünket teljesen be a Covid, mert vannak lehetőségek. A lelki és a szellemi területen nagyon-nagyon sok lehetőség van. Persze fizikailag vannak korlátok most, de hadd bátorítsak mindenkit, hogy lehet egymásért imádkozni. És ha imádkozunk egymásért, akkor lehet egy SMS-t küldeni, lehet egy bátorító üzenetet küldeni, annyi lehetőségünk van ma már, hogy valahogy megosszuk mindazt a kommunikációt, amit szeretnénk mondani. Mondjuk el a másiknak, vagy hívjuk föl, hogy ma reggel érted, imádkoztam. Vagy mondjuk el a másiknak, hogy annyira foglalkoztat, hogy mi van veled, és fölhívlak, vagy írok egy e-mailt, vagy valamilyen módon szeretnék választ kapni arra, hogy mi van veled. Amikor ez a szeretet kiárad, egy gyülekezetet nem lehet leállítani, nem lehet korlátok közé szorítani, hogy nem tud működni egy gyülekezet. Persze más formában és más módon. De tanuljunk Pál apostoltól, akinek ott volt a börtönnek a korlátja, de a szíve szabad volt, kapaszkodott az Istenbe, és aztán bátorítja a gyülekezetet, és megírja a levelet, és ezzel a gyülekezet erősödik. Ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy a lelkipásztor és a gyülekezet találkozzon, vagy a gyülekezet imádkozzon a lelkipásztorért, és így előre mennek a dolgok. Ha imádságban van becsomagolva az életünk, ha imádságban van becsomagolva a szolgálatunk, akkor valami egészen más dimenzióba haladnak előre a dolgok, mintha nem így tennénk. Kérdés, hogy kiért szoktunk imádkozni, hogy milyen gyakran szoktunk imádkozni, és ebben azt hiszem, hogy van lehetőség arra, hogy fejlődjünk. Van lehetőség arra, hogy mindig mélyebbre jussunk, vagy valami többet tudjunk átélni és megtapasztalni. És ha már az imádsággal kezdtem, hadd fejezzem be azzal, hogy az imádság az egy olyan különleges dolog, ami egyrészt Istennel összeköt bennünket, emberekkel is ima közösségben lenni, emberekkel is összeköt bennünket, de amikor imádkozunk, akkor az tulajdonképpen egy kicsit leleplez bennünket, hogy milyen emberek vagyunk mi. Vannak emberek, akik nagyon sokat imádkoznak magukért.
Ó, Uram, áldj meg engem, ó, Uram, segíts nekem, Uram, old meg ezt a problémámat, segíts abban az ügyemben. És ha megfigyeljük magunkat, hogy nagyon sokat imádkozunk magunkért, ami egyébként nem rossz dolog, de ha mindenki, mindig csak magunkért imádkozunk, akkor lehet, hogy előjön, hogy kicsit önzőek vagyunk. Aztán mások nagyon sokat imádkoznak anyagi, fizikális dolgokért, ami szintén nem probléma, sőt, Isten igéje bátorít bennünket, hogy minden kérésünket hálaadással vigyük az Isten elé. És a mindenben, minden benne van. De ha mindig csak valaki az anyagi dolgokért imádkozik, és ezt megfigyeli magának, akkor lehet, hogy az imádsága leleplezi azt az embert, és kiderül, hogy nagyon anyagias. Aztán előfordulhat, hogy valaki nagyon sokat panaszkodik az imádságban. Újra és újra elmondja Istennek a panaszait, és panaszkodik, és panaszkodik, és panaszkodik. Napról napra, hónapról hónapra, vagy évről évre. És ha valaki megfigyeli a saját imádságait, és kiderül, hogy rengeteg ilyen panasz van benne, akkor előfordulhat, hogy azt a képet látja maga előtt, hogy én egy keserű ember vagyok. Ha imádkozunk másokért, ha szabad a szívünk arra, hogy segítsünk, hogy szolgáljunk mások felé is, és nagyon sokszor gyakoroljuk ezt, akkor a szívünk telve lesz hálával, telve lesz kegyelemmel, telve lesz az Isten békességével, és a szívünk másképp fog működni. Az imádságaink nagyon-nagyon fontosak, bármiről is szólnak, de néha lelepleznek bennünket, és visszajelzéseket adnak. Ha Pál apostolnak az imádságát megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ebben az imádságban ott van a szeretet, az Istennek a tisztelete, ott van az aggodás, a féltés a gyülekezet iránt, imádkozik azért, hogy tiszták és szentek legyenek azok az emberek, akik a gyülekezetet alkotják, imádkozik azért, hogy gyümölcstermű legyen annak a gyülekezetnek az élete. Azt látjuk, hogy Pálnak az imádsága leleplezi Pált, és belelátunk a szívébe, és azt látjuk, hogy egy Krisztusban mélyen gyökerező, komoly emberről van szó. Aki még a börtönnek a sötétségében is, vagy a kilátástalanságában is az Istennek a szeretetét olyan mélyen és olyan hatalmasan tudja továbbadni. És a mai világunkban ugyanerre van szükség. Ilyen emberekre van szükség. Hogy ne korlátozzanak bennünket azok a dolgok, amelyek a szívünket tudják tönkretenni. Bizonyos szabályokat persze be kell tartani, vigyázzunk kell egymásra. De az Istennel való kapcsolatunkban legyenek szabadságok, legyenek benne olyan lehetőségek, amelyeket lehet, hogy most könnyebb megélni, mint máskor. Csomagoljuk be az életünket az imádságba, te a lelkipásztori szolgálatodat, vagy hát persze sok sapka van rajtad is, Tamás, férj is vagy, egy munkahelyen is dolgozol. Nagyon sok minden ott van felelősségként, feladatként. Legyen becsomagolva imádságban. Kedves budakeszi gyülekezet, csomagoljátok be a lelkipásztorotokat, meg a családját imádságba. Csomagoljátok be a városotokat az imádságba. Csomagoljátok be a saját életeteket az imádságba. És ezt teszitek, ha tanulunk Pál apostolnak ebből a lelkületéből, akkor ebből valami gyönyörű dolog jön ki. Ebből valami olyan, ami az Isten dicsőíti, és nektek is, nekünk is, és valamennyünknek örömet fog okozni. Tamás és Tünde, Isten áldjon meg benneteket, és kedves budakeszi gyülekezet, ti is legyetek áldottak ebben a szolgálatban. Amen.
a Magyarországi Baptista Egyház szolgálati rendtartásában ahhoz, hogy valaki lelkipásztor legyen, lelkipásztorrá váljon, egy hosszabb folyamat szükséges. És ennek a hosszú folyamatnak, vagy hosszabb folyamatnak az utolsó mozzanata az, hogy az adott lelkipásztor jelölt Isten színe előtt és az emberek előtt kimondja azt, hogy igen, vállalom azt a küldetést, amit az Isten rám bízott. Most ez következik, és szeretném idézni a Baptista Egyház szolgálati rendtartásából a lelkipásztorokra írt szakaszt, ami egy bátorítás, egy lehetőség neked, hogy tulajdonképpen át is gondold most az utolsó pillanatban még, hogy mi is az, mit is jelent az, hogy lelkipásztor leszek. És arra szeretnélek kérni, hogy amikor végighallgatod mindezt, ha Isten előtt és emberek előtt őszinte szívvel azt tudod mondani, hogy igen, ezt vállalom, akkor mondd jó hangosan, hogy halljuk. Hallják a mennyben is, és hallják itt az imaházban lévők is. Tehát így hangzik. Én, Kis Tamás, mint a Magyarországi Baptista Egyház, Budakeszi Baptista gyülekezetének a lelkipásztora, Isten kegyelmében bízva vállalom, hogy Istentől kapott elhívásom alapján a tiszta evangéliumot hirdetem, ezáltal az embereket az üdvösség útjára vezérlem. A rám bízottakat a tanítványi szolgálat betöltésére és az élet minden területén való becsületes helytállásra nevelem. Mindenkor gondoskodom a gyülekezet rendjébe rám tartozó összes istentiszteleti és egyéb szolgálatok pontos ellátásáról, a gyülekezet és az ahhoz tartozó személyek, családok, testi, lelki betegek pásztori gondozásáról, valamint az avatott és választott gyülekezeti munkások bátorításáról és támogatásáról, valamint új szolgálattévők neveléséről és felkészítéséről. Felügyelek a gyülekezet jórendjére, hitelvi és erkölcsi tisztaságára, és a Szentírás alapján, valamint a ráépülő baptista hitvallással és a Magyarországi Baptista Egyház egyéb szabályzataival összhangba tevékenykedve irányítom és képviselem a gyülekezetet. Tamás, tudod ezt vállalni? Isten kegyelmében bízva, igen. Köszönöm szépen. Vannak jelen néhányan a budakeszi gyülekezetből, és vannak, akik talán a monitorok másik oldalán nézik ezt az istentiszteletet. A következő szakasz, amit szeretnék felolvasni ebből a szolgálati levélből, ez a gyülekezetnek szól. És azt szeretném kérni, hogy a jelenlévők, illetve akik otthonról nézik, a végén majd ugyanúgy, ahogy Tamás kimondta, hogy igen, Isten kegyelmében vállalom, ha ezt a gyülekezet is ki tudja mondani, akkor jó irányba haladunk. Tehát így hangzik a gyülekezetnek ez a rész. Mi, a Magyarországi Baptista Egyház, Budakeszi Baptista gyülekezetének a tagjai, lelkipásztorunkat Isten fölkent szolgájának tekintjük, és őt megkülönböztetett tisztelettel, imádkozó szeretettel vesszük körül. Vállaljuk, hogy vele és irányítása mellett az emberek üdvösségét, a gyülekezet épülését, jórendjét, hitelvi és erkölcsi tisztaságát munkálva, Isten nevének tisztességet és a gyülekezetnek megbecsülést szerzünk. Igyekszünk arra, hogy tanítványi szolgálatunk betöltésével és a mindennapi életben való becsületes helytállással Isten országát építjük. Áldozatkészen gondoskodunk lelkipásztorunkról és családjáról, hogy Istentől rendelt hivatásukat betölthessék. Tudjátok ezt vállalni? Isten kegyelméből vállaljuk. Köszönöm szépen a választ, és nagyon remélem, hogy az otthonokban is elhangzott ez a válasz, hogy Isten kegyelméből vállaljuk. És mivel Istenben bízunk, ezért most imádkozni fogunk az élő Istenhez, és így kérünk áldást erre az új lelkipásztori szolgálatra, Tamásnak az életére. Azt szeretném kérni, hogy akik részt vesznek az imádságban, kérem, hogy jöjjenek ide. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében állunk itt előtted, és imádkozunk azért, Urunk, hogy Te, aki elhívtad Tamást, és fölkészítetted, és a szívét készítetted arra, hogy Téged szolgáljon, hogy a Te nevedet hirdesse és képviselje. Imádkozunk most érte, és kérünk azért, hogy töltsd be őt a Te lelkeddel, hogy az Istennek a jelenléte ott legyen égő tűzként a szívében, és mindig azt tudja képviselni, és azt tudja mondani, amit tőled hall. Imádkozunk azért, hogy áld meg és védd meg őt, hogy az élet legkülönbözőbb területein
vagy talán a legnehezebb helyzetekben is az Istennek az áldását tudja képviselni az emberek felé. Imádkozom most Tamásért, Uram, hogy vigyázz rá, őrizd meg őt, adj a szívébe mindig élő üzeneteket, amiket tovább tud adni a gyülekezetnek, az embereknek. Vigyázz rá a feleségével együtt, és imádkozom azért, hogy legyenek ők áldásod Budakeszin, hosszú időn keresztül a gyülekezetnek a növekedésére, gazdagítására. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Örökkévaló Istenünk, megvalljuk, hogy gyengék vagyunk és törékenyek, ember létünkből fakadóan nem jön sok jó, nincsen lelkipásztori szolgálat a te szent lelked jelenléte nélkül. Ezért könyörgöm, hogy kis Tamás testvért szívét és elméjét töltsd el a te szent lelkeddel, hogy amikor az igét olvassa, a te akaratodat érthesse, és amikor a gyülekezetet nézi, a te népedet láthassa. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok Tamásért, Tündéért, az ő életükért, szolgálatukért. Hálát adok az elhívásért, amelyel őket elhívtad, és én most azért könyörgöm, hogy ajándékozd meg őket minden nap igazi örömmel az otthonukban, igazi szeretettel töltsd be őket a te lelked szeretetével is, és áld meg őket, amikor a munkahelyen vagy olyan környezetben, olyan emberek között vannak, akik még nem ismernek téged, hogy tényleg ragyogjanak, mint a csillagok, hogy világítsanak, hogy hatással legyenek azokra, akik körülöttük élnek. Adj nekik ilyen természetes örömet, békét, amivel rá tudnak mutatni. Köszönjük, hogy bizalommal imádkozhatunk hozzád. Amen. Kegyelmes Istenünk, kérünk a Jézus Krisztusért, legyen kedves előtted a mi közbenjárásunk, amikor gyermekedért, szolgatásunkért könyörgünk. Kérjük felülről való kegyelmednek áldását az ő életére, hogy mindig is felismerje, mi a helyes és mi a jó, és ebben a rendkívül bonyolult, sokszor álarcot viselő világban tisztán lásson, tisztán hirdesse a tennivalókat, a tőled kapott látás beragyogja a környezetét. Hadd lehetne olyan tanú, aki lát és hall, aki az isteni jelenlétből jön, és megosztja a látását az őt hallgatókkal. Kérlek, áld meg őt feleségével, Tündével együtt, hogy töretlen hűséggel végezhessék e szolgálatot, hogy nevednek dicsőséget szerezzenek, és Budakeszi városában rajtuk keresztül még sokan megismerjenek téged, és hűséggel kövessenek Jézus nevéért. Amen.
Kedves gyülekezet, szeretném bejelenteni, hogy a mai naptól Kis Tamás a Magyarországi Baptista Egyház teljesjogú lelkipásztora, és egyben a Budakeszi Baptista Gyülekezet beiktatott lelkipásztora. És egy kedves lelkipásztor testvérem, szolgatásom, Isten áldjon meg téged, és kedves gyülekezet, fogadjátok szeretettel a lelkipásztorotokat, és az Isten áldása nyugodjon meg rajtatok. Kedves szolgatásom, kezemben van egy Biblia, Isten igéjének a hordozója, amely évezredek során mindig is nagyon nagy vigasztalás, bátorítás volt az igére figyelő emberek számára. Én is kézben tartottam a szószéki Bibliát Budakeszin, és nagy szeretettel átadom a te kezedbe. Ezt teszem Péter apostol szavainak a tolmácsolásával. Aki így tesz tanúságot egy alkalmas pillanatban, elmondja, hogy hogyan is vette ő a szolgálatát társaival, tanítványtársaival együtt. Ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Majd még erről a tanúságról hadd mondjam el azt, amit János apostol mond. A mi tanúságtételünk egy összetett feladat, szolgálat. Nem mindegy, hogy hogyan végezzük. Nagyon fontos az a krisztusi lelkület, amire megbízott bennünket az Úrunk, hogy azt töretlen hűséggel végig megtartsuk. János első levele, első rész, harmadik vers. János így van erről a szolgálatról. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Tanúságtétel ez. Amit láttunk és hallottunk. Tanuk vagyunk, de a tanú nem arról beszél, amit a nép között hallani lehet, hanem a tanú az eseményeknek a látását, átélését viszi, azt adja tovább. Az elsődleges forrású az ő szava, jelentőséggel bír az ő szava, mert ott volt, ahol történnek az események. Amikor a szószéki Bibliát, most jelképesen a Budakeszi Bibliát átadom a te kezedbe, azért imádkozom, és az az én kívánságom, hogy légy ilyen tanú. Ti ketten együtt érleljétek ki azt a látást, azt az üzenetet, amit ott akkor éppen hirdetni kell. Nem biztos, hogy mindenki azonnal érti, az se biztos, hogy népszerű lesz. De amit rátok bízott az Úr, töretlen hűséggel végezzétek el. Testvérem, vedd át a Bibliát, végezd és töltsd be szolgálatodat Isten áldásán. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következőkben kérlek, hogy székfoglaló ige hirdetésedet mondd el. Kedves testvérek, mivel az online időnk meglehetősen rövidre van szabva, ezért én szigorúan szeretném tartani a 3 perces szabályhoz magam, amit kaptam, hogy ennyi időtartama legyen a szolgálatnak. Egyetlen egy igeverset olvasnék föl, ezt helyezte az Isten a szívemre már napokkal, de azt is mondhatnám hetekkel előbb, amióta tudom, hogy ez az alkalom sorra kerül majd. Máté evangélium a 24. részének 42. versét, Jézus ezt mondja: vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mely órában jön meg uratok. Testvérek, a Máté evangélium a 24. és 25. verse az a legutolsó napokkal foglalkozik. Jézus Krisztus ezekről beszél és mond el jó néhány tudnivalót, és ebben a részben található ez az isteni figyelmeztetés, hogy vigyázzatok, mert nem tudjátok, hogy mely órában jön el a ti uratok. Az egyházunk nemrégiben kiadott egy körlevelet, az egyházunk elnöksége, és abban is szerepelt egy ilyen mondat, hogy meggyőződésünk, hogy Jézus Krisztus eljövetele közeledik, nincs túl messzire szabva talán az időben. Olyan érdekes ez a görög szó, ami itt található, a Gregoreo ige, amelyet háromféleképpen is
fordíthatunk magyarra. Ezt a háromféle aspektusát szeretném itt elmondani ebben a szolgálatban röviden. Az egyik, a leggyakrabbi fordítás az így szól, ahogy olvastam, hogy vigyázzatok, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Ez az őrségnek a szakszava tulajdonképpen, vigyázni, őrt állni, és ott lenni, őrködni azon, ami ránk bízatott, amiben most gyülekezet és lelkipásztor egymásra bízatunk. És testvérek, sokszor, amikor a munkahelyen elmondom ezt, hogy lehet, hogy Jézus Krisztus eljövetele talán nincs is olyan messze, akkor nagy félelmet érzek az emberekben. Félnek attól, hogy ezek az utolsó napok eljönnek valamikor. Pedig nekünk nem ettől kell félnünk. Ettől nem kell félnünk, hanem az eljövendő haragtól kell félnie az embernek, ami tudjuk, hogy el fog jönni mindazokra, akik nem Jézus Krisztussal távoznak ebből a földi életből. És az legyen a mi munkálkodásunk egyik nagyon fontos, lényeges eleme, hogy minél több ember felé tudjuk közvetíteni az evangéliumot, hogy minél kevesebb ember menjen el így a földi életből. A Gregoreót lehet úgy is fordítani, hogy legyetek éberek. A lelki pásztornak különös felelőssége ebben a mai időben az, hogy az Isten szent lelke és a szentírás és a hit segítségével abból a mérhetetlen információ áradatból, ami ömlik ránk, kiszelektálja, kiválasztja, tudja helyére tenni azokat a dolgokat, amik valóban lényegesek, és amiket közvetítenie kell, azoktól a dolgoktól, amik nem lényegesek és nem idevágóak. És tudja ezeket az információkat is, amikről itt a Máté evangélium ma 24. és 25. része beszél, hogy melyek azok a jelzések, amikre figyelnünk kell Jézus Krisztus közelettét illetően. Legyetek éberek, éberségre int, Urunk. És végezetül a Gregoreo fordítható úgy is, hogy ébren van, virraszt valaki. Testvérek, tudjuk jól, ahogy már hallottuk itt a szolgálatokban is, hogy ebben a világban megy az altatás. Hadd fogalmazzak ilyen púriasan és egyszerűen. És nagyon fontos, hogy mi ebben az altatásban, ami Jézus Krisztus szerint egyre mélyebb lesz, hiszen úgy lesz, mint Noé napjaiban, tudjuk, az emberek esznek, isznak, és nem vesznek észre semmit, úgy jön majd el az utolsó nap. Nagyon fontos, hogy ebben ébren legyünk, éberek legyünk, virasszunk, figyeljünk, és tekintsünk így egymásra. Ezt kívánom, hogy adja meg nekünk az Úr, hogy így lehessen, képviselhessük ezt a városunk felé, a ránk bízottak felé, és áldja meg így a közös szolgálatunkat. Amen.
Ha most hagyományos keretek között lennénk, ilyenkor következnék a testvéregyházak köszöntése, így a budakeszi város testvéregyházai református, evangélikus, metodista, római katolikus egyház és gyülekezetek köszöntései, de most ez nem történhet, nem lehetnek itt, hiszen a rendkívüli helyzetben rendkívüli megoldásokat kell találnunk, így az ők köszöntésük majd valószínűleg később fog elhangzani. De szeretettel gondolunk rájuk. Viszont akik jelen vagyunk, hadd köszöntsük kedves szolgatásunkat, feleségével együtt ebben a szolgálatban, amelyre vállalkoztak és amelyre most beiktattuk őket. Először három köszöntőt említenék meg, talán először is a gyülekezet részéről a budakeszi gyülekezet vezetője, Király András testvér, kérem, hogy mondja el köszöntő gondolatát, majd Katona Béla testvér, a helyi gyülekezet lelkipásztora, ahol is egy esztendőt töltött gyakornok évei kapcsán Kis Tamás lelkipásztor, majd a harmadik köszöntést Kübler János testvér a Budapesti Missziókerület képviseletében fogja elmondani. Kérlek benneteket szeretettel. Mi is köszöntünk titeket szeretettel. Az egy megtiszteltetésem van, hogy mind a ketten Tamások vagytok. Így könnyebb a szolgálat. Lukás Tamás testvér, lelkipásztor testvérünknek köszönjük szépen a köztünk lévő szolgálatodat, kívánjuk Istenünk áldását továbbra is az életetekre és a családotokra egyaránt. Az 5. Mózes 26. rész 11. verse. És örömet találj, mint abban a jóban, amelyet áld néked az Úr, a te Istened. Kis Tamás testvér köszöntését is. Lelkipásztor testvérünk, köszöntünk szépen, köszönjük, hogy elfogadtad ezt a kis gyülekezetet úgy, amint van, és elvállaltad, hogy pásztorolsz bennünket. A jó Isten gondviselését kívánjuk életetekre. A Zsoltárok 91. rész 9. versét olvasom. Mert azt mondottad te, az Úr az én oltalmam, a felséges választottad a te hajlékoddá. 1 Korintus 15. rész 58. vers. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgókodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Ezt kívánom. Kedves kis házaspár, engedjétek meg, hogy leginkább Tamáshoz szóljak most. A feleség köszöntésére is fog sor kerülni, úgy láttam a programból. Amikor lelkipásztor beiktatás van, az kicsit olyan, mint a mennyegző. Fogadalmat tesz az egyik fél is, meg a másik fél is. És hát amikor mennyegzőn részt veszünk, akár férfiak, akár nők vagyunk, kicsit elgondolkozunk azon, hogy az a sok szép ideális kép, ami elhangzik, az a mi életünkben hogy valósult meg. Én minden mennyegzőn, mint férj, kicsit elszégyellem magam, és a mennyegző engem emlékeztet arra, hogy a férjnek mi a szerepe. Hát most egy kicsit ugyanígy érzem magam, hogy miközben lelkipásztort köszöntök, próbálok emlékezni arra, hogy mi a lelkipásztor szerepe. És az a gondolat, amit Durko testvér felolvasott az Isten békességéről, az egy nagyon fontos gondolat. Többször visszatér Pál apostol a Filippi levélben, egy ilyenhez én is visszatérnék, hogy kapcsolódjak a megkezdett gondolathoz, a 4. fejezet 7. versével köszöntelek. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Két gondolat kötődik ehhez az Isten békességéhez, ami Krisztusban őriz. Egyik se lesz simogató. Az egyik így szól, hogy kedves Tamás, hogy mit szeretnél, nem számít. Ami számít, Isten mit szeretne. Ebben a te akaratodnak föl kell oldódnia, ahogy Krisztus mondta, legyen meg a te akaratod, és aztán ment a keresztre. Hogy mire vágysz,
az megint nem számít, mert hogy mire lenne szükséged, vagy mire vágynál, azt leginkább a gyülekezet irányába kell megkérdezni. Mire van szüksége a gyülekezetnek? Mert hogy Krisztus is erre nézett, mire van szüksége a bűnös világnak, és ment a keresztre. Ez neki fájt, de a szolgálata olyan áldás volt, hogy abból élünk ma is. Ebben követjük az Úr Jézus Krisztust. Ez a Krisztus békessége, ez felülhalad minden emberi bölcsességet, tehát ezt épésszel föl nem fogjuk, de bírjuk, épésszel is bírjuk, és ennek öröme van, szépsége van, boldogsága van, áldása van. Kívánom, hogy ennek minden mélysége és minden áldása legyen jelen az életetekben. Kedves Tünde és Tamás, nagyon örülök, hogy itt vagyok, köszönöm, hogy meghívtatok, és hát én is egy-két személyes gondolatot hadd osszak meg veletek, annak az igének a kapcsán, amit szeretnék rátok bízni, mint egy ajándékot fogadjátok. A személyes része az az, hogy hát most már 17 éve, hogy apukám meghalt, vannak néhányan, akik ismerték őt, és egy nagyon kedves ember volt. És az utóbbi másfél évtizedet, tehát az életének a végén külföldön éltek anyukámmal, és ritkábban találkoztunk. Én akkor Karcagon, meg Szegeden voltam lelkipásztor, és mindig, amikor találkoztunk, akkor az a mosoly, az az öröm, amit az ő arcán láttam, az nagyon-nagyon bátorító volt. És gyermekként nagyon jó érzés, vagy egyébként más jellegű emberi kapcsolatban is, hogy amikor találkoztok valakivel, és látjátok rajta, hogy örül nektek, hogy hálás értetek. És a másik személyes gondolat, hogy ma délelőtt egy bemerítésen voltam, nagyon nagy öröm volt, és ott is elmondtam, hogy hát nagy öröm van a mennyben egy bűnös megtérésén. És most meg azt mondom, hogy Isten nagyon örül nektek. Tehát, hogy vannak itt emberek, vagy vagyunk itt olyanok, akik nagyon örülünk nektek, nagyon hálásak vagyunk értetek, de szeretném azt az igét felolvasni az Zofóniás könyvéből, ami erről szól. Csak közben elment a helyéről. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Én bátorítalak titeket, hogy ezt vegyétek nagyon komolyan. Én sok évig úgy éltem keresztényként, és úgy voltam lelkipásztor, hogy nem tudtam elképzelni, hogy Isten örül nekem, mert úgy gondoltam, hogy nem érdemlem meg nem vagyok elég jó. És aztán így Isten bátorított az igéből, meg nyilván akik közel állnak hozzám a családból, vagy éppen a gyülekezetből, hogy hát higgyük el, vagy higgyem el, hogy Isten örül. Úgyhogy én ezzel szeretnélek titeket bíztatni, hogy Isten örül nektek. Gyülekezeti tisztségeket betöltő, szolgálatot vállaló testvérek, így szoktuk egymást nevezni, hogy szolgatárs. Kevés szó esik arról, hogy van olyan szolgálat, a szolgálatban társ is, aki kevésbé van előtérbe, és mégis szolgatárs, talán a legfontosabb. Legfontosabb szolgatárs a lelkipásztor számára a felesége. Mi protestánsok ugye házasságot kötünk, és így végezzük a szolgálatunkat családban élve,
Tamás testvérem, te is kaptál Istentől szolgatásat, az egyes számút, aki tanácsadó, bátorító, néha könnyeket letöröl, és egyebeket végez a szolgálat érdekében. Tündéről talán néha úgy tűnik kevesebb szó esik, de mégse akarjuk elfelejteni. Engedtessék meg, hogy most szolgatásad, szolgatásnőnk köszöntése következzék. Először Lukács Tamásné Irénke, majd királyné Marika testvérek fognak szólni. Kedves Tünde, hát 40 évi lelkipásztori szolgálat, lelkipásztor feleség szolgálat után nagyon sok minden mondani valóm van, lenne hozzád, nagyon sokáig tartana, és nem férne bele az időnkbe. Ezért készítettem neked egy ajándékot. Ez egy kép, és amiről szól ez a kép, ez a lelkipásztor feleségek útra valója. 8 pontban foglaltam össze mindazt az élettapasztalatot, amit nagyon hosszan tudnék most elsorolni. Ebből a másodikat szeretném csak felolvasni. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára, így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél. Példabeszédek könyve, 3. rész, 3. és 4. verse. Én ezekkel a gondolatokkal szeretnélek köszönteni a baptista lelkipásztor feleségek körében is, akik ugye most online működünk, de ígérem neked, hogy megadom a hozzáférést az online felülethez, ahol be tudsz kapcsolódni egyelőre az online életbe, és később pedig majd személyesen is találkozhatsz a lelkipásztor feleségekkel, konferenciákon, egyéb összejöveteleinken, és szeretettel várunk, és szeretnénk is, hogyha igénybe vennéd ezeket a lehetőségeket, amiket majd felkínálnak neked a testvérek. Fogadd szeretettel tőlem ezt az ajándékot most. Kedves gyülekezet, engedjétek meg, hogy meg Tamás testvérek, engedjétek meg, hogy most Irénkéhez szóljak pár szót. Kedves Irénke, a budakeszi gyülekezet nevében szeretnénk megköszönni a közöttünk végzett szolgálatodat, nem utolsó sorban a könyvelés részét is, amit gyülekezetünk érdekében végeztél, és még ma is végzel. Kívánjuk Isten áldását továbbra is az életedre, az életetekre, és ha bár itt most hivatalosan nem elköszöntök, hanem leköszöntök, ezért várunk szeretettel a kis gyülekezetünkbe gyakrabban, ha majd megnyílik rá a lehetőség, és reméljük, hogy elmúlik már ez a vírus is, és megölelhetjük egymást. Köszönünk szépen mindent neked. Kedves Tünde, téged is szeretettel köszöntünk, köszönt a kis gyülekezetünk. Örülünk, hogy elvállaltátok a szolgálatot, hogy pásztoroltok bennünket, segítetek. Isten áldását kívánjuk a ti életetekre is, szolgálatotokra, és engedjétek meg, hogy felolvassak közösben egy igeverset a 20. Zsoltárból. Hallgasson meg téged, titeket az Úr a szükség idején, legyen oltalmatok Jákob Istenének neve, küldjön nektek segítséget szentélyéből, és a Sionról támogasson titeket. Kedves testvérek, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez az alkalom eljöhetett, létrejöhetett. Köszönjük a lelkipásztor testvérek üzeneteit, jó kívánságait, áldásait, az imádságokat, amik itt elhangzottak. És engedjétek meg, mivel most csak online térben lehetünk együtt, hadd emlékezzek meg azokról, akik nem tudnak itt lenni most közöttünk, de mégis nagyon sokat segítettek nekünk ezen az úton, ami idáig elvezetett. Szeretnék a Kazincbarcikai Baptista gyülekezetről és a velük szorosan együtt élő boldvai és varbói testvérekről
szólni, és őket is köszönteni így, Szabó András lelkipásztort és Komáromi Károlyt, akik nagyon sokat segítettek nekünk ezen az úton, és nagyon hálásan emlékszik rá a szívünk. Szeretnénk a Baptista Teológiai Akadémiának a tanári karát, professzori karát és a volt évfolyam társainkat, akikkel együtt végeztük a mesterképzést, köszönteni. Ők is nagyon sokat segítettek nekünk, és engedjétek meg, hogy Veres Sándor professzor úr nevét külön kiemeljem, akivel hát atyai baráti viszonyba kerültünk ez alatt az idő alatt, ami hála Istennek a mai napig tart. Szeretnék a Pesterzsébeti gyülekezet tagjainak és lelkipásztorának, Katona Bélának külön is megköszönni az itt töltött évet, azt a nagyon sok lelki kincset, amit megosztottak velünk, a gyülekezeti tagok is, és amiről veled is beszélgethettünk. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Ez is egy nagyon fontos állomása volt. És engedjétek meg, hogy a Baptista Egyházon kívül is Varga Robert nagykovácsi református lelkipásztorról hadd emlékezzek meg itt, akinek döntő szerepe volt a megtérésünkben is, és a házasságkötésünknél is. Őneki is köszönjük mindazt azt a nagyon sok energiát és nagyon sok munkát, amit lelkileg belénk helyezett, végzett az életünkben. Nyilván emberi oldalról szólok. Thank you.
az Isten tiszteletünket egy záró áldással fejezzük be, kérem, hogy álljunk föl. Az Istennek a szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Isten áldjon mindenkit. Igazgató úr, egy ilyen beavatás. Miről szól, mi a lényege, mik a feltételei? Hát egy hosszabb folyamatnak az ünnepi része az, amikor valakit lelkipásztorrá avatunk. Előtte van azért képzés, sok-sok támogatás és segítség, hogy valaki tényleg alkalmassá is váljon a lelkipásztori szolgálatra. De ebben a legfontosabb dolog, hogy az egyház biztos legyen abban, hogy valaki tényleg egy ilyen Istentől indítatva kezdi el, vagy végzi ezt a szolgálatot. Mi a feladata annak, hogy valaki eljuthasson ide? Milyen dolgokon kell átmennie? Milyen iskolát kell elvégeznie? A Magyarországi Baptista Egyházban, tehát a legfontosabbnak ezt az isteni elhívást tekintjük, hogy ez legyen meg, és attól függ, hogy ki milyen háttérből jön, milyen korábbi képzettségekkel rendelkezik, ahhoz ajánlunk még valamit, akár a saját teológiánkat, hogy végezze el valaki, vagy egyéb más képzéseket, de ez egyébként ez nem kötelező, hanem inkább egy ilyen ajánlott dolog, de a lelkipásztoraink azért fontosnak tartják, hogy minél magasabb képzettséget szerezzenek, hiszen így tudnak jó munkát végezni. Amikor egy ilyen beavatás történik, általában egyet avatnak, vagy többet avatnak, vagy ez minek a függvénye? Igen, általában mindig csak egy lelkipásztorról van szó, azért, mert a gyülekezeteinkbe helyezzük el őket, tehát az adott gyülekezetnek a közegében történik a lelkipásztorra avatás, és ezért mindig az adott lelkipásztor az adott gyülekezetben történik meg az avatása. Mit jelent ez a baptista gyülekezeteknek, mit jelent a budaörsi baptista gyülekezetnek, hogy ez a vírus itt van, hogyan tudják az Isten tiszteleteket megtartani? Hát a vírus az nem öröm. Jelentős mértékben át kellett alakítani az életünket az ország legkülönbözőbb részein a gyülekezeteinkbe. Online istentiszteletek mennek, illetve hibrid istentiszteletek, hogy van néhányan esetleg jelen vannak fizikailag is, de a többiek otthon követik az istentiszteleteket, és így tudjuk megélni a hitünket. Egyébként mindenféle kommunikációs csatornákat használunk, ami lehetőség arra, hogy azért nem felejtjük el egymás sem, Isten sem a gyülekezeti közösséget, tehát működik minden. A Budakörnyéki Televízió nevében gratulálok baptista lelkész úrnak, a mai napon iktatták be. Milyen érzés, mint magánembernek, és milyen érzés, mint lelkipásztor? Ez egy nagyon felemelő érzés, mint magánemberként is, és mint lelkipásztorként is ezen az alkalmon részt venni. Ehhez tudni kell azt is, hogy nekem már volt egy lelkészi avatásom, mert én 22 évig református lelkészként szolgáltam, és ugyanolyan felemelő pillanat volt, mint az az első lelkész avatás. Tehát valahogy egy különös isteni közelséget és áldást érzek ezen a mai napon. Ha már így belefogtunk az életpályába, mi az, amit lehet tudni önről? Hát talán ez a leglényegesebb információ, hogy 22 éven át református lelkészként szolgáltam, ebből körülbelül a felét a fővárosban és annak közvetlen környékén, a másik felét pedig vidéken, távolabb a fővárostól. Szolgáltam nagyobb gyülekezetben is, kifejezetten nagyban, szolgáltam kicsiben is, tehát úgy ismerős vagyok a gyülekezet nagysági kategóriákban, ha szabad ilyet mondanom. És most, amióta baptista lelkipásztorrá lettem, elvégeztem a baptista teológiát is, azóta egy polgári munkahelyen is dolgozom, mert nagyon sok szolgatásom így tudja összeszedni azt a bizonyos szükséges anyagiakat, amik a megélhetéshez kellenek. Elhangzott, hogy ez olyan, mint egy kis esküvő. Ez azt jelenti, hogy most a családban lesz egy kis ünneplés is? Hát biztos, hogy hálát fogunk adni közösen is érte, hogy ez így alakult, és nagyon örülünk neki, én azt hiszem, együtt is. Különösebben ceremoniálisan kidolgozott ünnepséget nem terveztünk.
Igaz, hogy online közvetítették az önök beavatását, mégis ez az első, hogy a hívekhez szólhat, mi az, amit kér, mi az, amit üzen nekik. És közben azt is kérdezem, mikor lesz az első istentisztelet? Ez már megvolt, tehát most a Covid az, ami eltolta idáig ezt az ünnepséget. November óta már én végzem a budakeszi lelkipásztori teendőket. Mivel a gyülekezetünknek az a fele, aki el tud jönni az alkalomra, annyira kicsi, hogy a járványszabályok mellett is tudjuk tartani az alkalmakat, ezért mi általában vasárnaponként azon a bizonyos szigorúan meghatározott kereteken belül tartjuk az alkalmainkat továbbra is.